Sziasztok! Pár perc alatt a világ körül. A Vikkakongas folyó partján vagyunk Finnországban. Itt aludtunk egy gyorsfolyású patak folyó mellett, egy természetvédelmi területen, vagy tájvédelmi körzetben. Ami az érdekessége, hogy még Magyarországon, ha terepjáróval csak benézel egy tájvédelmi körzetre, már tarkonlőnek, itt addig nem hogy bejöhetsz, hanem ügyesen kitalálták, hogy kijelölt parkolók vannak terepjáróknak és lakóautóknak, ahol tudnak aludni, sütögetni, főzni, mint azt az előző videóból is láthattátok, hogy kiépített, komplett konyhát készítettek ide a finnek a tájvédelmi körzetbe, ennek a gyorsfolyású pataknak, vagy pataknak, folyónak a partjára. Itt most megmutatom a folyót, jövő és a menő oldalát. Tényleg lenyűgöző a környezet, mondjuk én olyan vagyok, hogy szerelmes vagyok a világba, a színekbe, az illatokba, a természetbe, úgyhogy nekem mindig minden tetszik, ahol éppen vagyok, ott érzem magam jól. Itt van Mártika. Szia Judit! Na most minden Judit örüljön, tovább megyünk, és megmutatom azt, hogy hol aludtunk. Innen már látszik a bal oldalán a felvételnek. Átjövünk a kis hídon, ami ki van írva, hogy maximum 10 fő tartózkodhat rajta, és 5 méteres távolságot be kell tartani. Tehát ez a híd, ez veszélyesebb, mint egy Covid. Itt parkoltunk le, itt van kijelölt parkolóhely, ott az ágy, majd még van mit rendet rakni rajta. Itt fogyasztjuk el a reggeli kávénkat, ami egyébként már itt éppen fő a csillagrombolónak a konyhájában. És ez az a hely, ahol eltöltöttünk egy éjszakát. Most haladunk tovább Nordkap felé, elég sokat kell még menni, nagyjából 700 km-re vagyunk. Ha minden jól megy, ma éjszaka vagy estére odaérünk, hanem akkor pihenünk egyet és holnap reggel. Sziasztok!